Vandalizmusnak és puccsnak nevezte Viktor Janukovics ukrán elnök azt, ami az országban történik. Nem mond le, nem hagyja el Ukrajnát, és legitim, megválasztott elnöknek tartja magát, jelentette be a televízióban. A tüntetők továbbra is lemondását követelik. Itt minden attól függ, hogy mennyire komoly Janukovicsnak az elhatározása, és mennyire komoly a támogatottsága. Ugye itt egyértelműen Putyin orosz elnökről van szó, aki nagy valószínűség támogatásáról biztosította Janukovicsot és a mellé felsorakozó keleti és déli megyéket, ugye itt többségében oroszok laknak, itt van Viktor Janukovics fő támogatói bázisa. 328 parlamenti képviselő szavazta meg Viktor Janukovics elmozdítását az államfői székből. Lemondatását kitörő öröm fogadta. A tüntetők szombaton harcok nélkül elfoglalták a kormányzati negyedet és a parlamentet is. Az ukrán katonai egységek is a tüntetők oldalára álltak. Julia Timoshenko, egykori miniszterelnököt szombat délután szabadon engedték a börtönből. Az ukrán parlament elnökévé választotta Olekszandr Turcsinovot, Timoshenko közeli szövetségesét, a hazapárt politikusát. Az ukrán kormány tagjainak többsége már korábban elhagyta munkahelyét és ismeretlen helyre távozott. Az orosz külügyminiszter szerint az ukrán ellenzéket felfegyverzett szélsőségesek vezetik, akik nem tartották be a pénteki egyességet. Felszólította Németország, Franciaország és Lengyelország külügyminisztereit, hogy befolyásukkal vegyék rá az ellenzéket a megegyezés betartására. A lengyel külügyminiszter twitteres üzenetében reagált Janukovics beszédére. Mint írta, a Kijevben nem történt puccs, a parlament házelnökét jogszerűen választották meg. Janukovicsnak pedig 24 órája van arra, hogy aláírja a 2004-es alkotmányt. Igazából az elkövetkező 2-3 nap fogja eldönteni, hogy mi történik az országban. Elemzők már korábban emlegették azt, hogy ha vége az olimpiának Szocsiban, akkor fog majd érdemben foglalkozni Putyin igazán az ukrán helyzettel. Addig hát úgymond visszafogta magát, de ez a videóüzenet is arra utal, hogy Janukovicsot támogatni fogja az orosz elnök. A dél-ukrajnai Janukovics párti vezetők továbbra is mellette állnak, és bejelentették, hogy átveszik az irányítást a saját területükön, amíg nem lesz alkotmányos rend az országban.